Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió május 14-i keddesti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket. Röviden. A családok védelmében. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár tartott fórumot Baján. Régi álom vált valóra. Ünnepélyes keretek között adták át az új tornacsarnokot Nemesnád udvaron. Mond, te kit választanál? A gyermeknapon első alkalommal rendezik meg Baján a nagy sportág választót. A közelgő Európai Uniós választás kapcsán tartott fórumot Novák Katalin Baján. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a kormány családvédelmi akciótervéről is beszélt a hallgatóságnak. Az érdeklődőket a Bányai Júlia szakképzőiskola dísztermébe várták. 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatást vehetnek igénybe azok a fiatalok, akik legalább 3 gyermeket terveznek. A babaváró támogatás az egyik azon programok közül, amelyeket a nyáron már igénybe vehetnek a családok. Július 1-én lép hatályba a 7 pontos családvédelmi akcióterv 4 eleme. A kormány a gyerekeket helyezi előtérbe, ezért segíti a fiatalokat, hogy annyi gyerekük lehessen, amennyit szeretnének, mondta Novák Katalin a Bajai Fórumon. Az egyik a babaváró támogatás, amely kifejezetten a fiatal házasoknak szól, akik még gyermekvállalás előtt állnak. A másik az a csok hiteleknek, csokhoz kapcsolódó kölcsönöknek a bővítése. Már a használt ingatlanra is igénybe lehet venni ezt a támogatási formát július 1-től, ugyanabban az összegben, mint az új ingatlanokra, tehát 10 vagy 15 millió forint attól függően, hogy mekkora családot terveznek, vagy hány gyermeket nevelnek most a fiatalok vagy a családosok. Egy új lehetőség szintén az, hogy a hitel fennálló jelzálog hitelből elengedünk már akár a második gyermek érkezésekor is 1 millió forintot. A negyedik új elem a nagycsaládosok autóvásárlása, amely akár 2,5 millió forintot is jelenthet egy hétfős új személyautó esetében. Az államtitkár hozzátette, folyamatban van a bölcsödefejlesztési program, január 1-től pedig bevezetik a legalább 4 gyerekes nők SZIA-mentességét és a nagyszülői gyedet is. Novák Katalin a közelgő Európa parlamenti választások kapcsán elmondta, fontos, hogy a szavazók elmenjenek voksolni, mert a tét nem kicsi. Amikor európai választásokról van szó, akkor sokan legyintenek, hogy ez olyan távol van tőlünk, itt a brüsszeli vagy strasburgi dolgokat tudjuk befolyásolni. Nem így van. Ilyenkor a magyarság sorsáról is döntést hozhatunk, ráadásul nem a rövid távú sorsáról, hanem majd a gyerekeink, unokáink, vagy majd az ő gyerekeiknek a jövőjét tudjuk meghatározni, amikor irányokat szabunk. A Fidesz alelnöke, Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének meghívására érkezett a városba. Mint elmondta, sok szálon kötődik ide, hiszen nagyapja bíróként itt dolgozott, édesapja pedig Baján született. Közeleg a határidő. Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és az áfásoknak van dolguk most a bevallással. Május elejéig mintegy 210 ezer egyéni vállalkozó, több mint 83 ezer őstermelő és áfa fizetésre kötelezett magánszemély juttatta el SZIA bevallását a NAV-hoz. A többi csaknem 220 ezer egyéni vállalkozónak, őstermelőnek és áfás magánszemélynek még egy hete van, május 20-áig, hogy kiegészítse a NAV által elkészített bevallási tervezetet, vagy saját maga töltse ki és küldje be a 18 SZIA nyomtatványt. Az őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók részére készített bevallási tervezet csupán egy ajánlat, ami nem válik automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni a vállalkozói, az önálló tevékenység, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ha a mezőgazdasági őstermelő ebből a tevékenységből származó éves bevétele tavaly nem haladta meg a 600 ezer forintot és más adóköteles jövedelme sem volt, akkor bevallást nem kell benyújtania. Az őstermelői bevételről a NAV által kiküldött kiegészítő nyilatkozaton is nyilatkozhat az adózó. Ha az egyéni vállalkozó, az őstermelő és az áfás magánszemély május 20-áig elmulasztja a módosítást, kiegészítést, vagy saját maga nem készít és nem nyújt be SZIA bevallást, a NAV 15 napos határidővel felhívja, hogy pótolja a hiányt. Ha ez elmarad, akkor a NAV 50 ezer forint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztó őstermelőt, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyt, illetve az egyéni vállalkozót.
Jelentős fejlesztések zajlottak Nemesnád udvaron az utóbbi hónapokban. 2019-ben csaknem 40 év után megépülhetett a település saját sportcsarnoka, amint egy 500 millió forintos beruházás kormányzati támogatásból, valamint a településen működő vállalkozások társasági adótámogatásából valósulhatott meg. Ezen túl nem okoz problémát a mindennapos testnevelés óra Nemesnád udvaron. Amint egy 2000-es lélekszámú település korábban nem rendelkezett tornateremmel és sportcsarnokkal sem, a mozogni vágyók emiatt a szabadba, csapatsport esetén pedig más településre kényszerültek. A jövőben ez a probléma megoldódik, 2019-ben ugyanis csaknem 40 év után megépült a település saját sportcsarnoka. Dr. Kovács István Nemesnád udvar polgármestere kiemelte, a település jelentős sportmúlttal büszkélkedhet, a modern eszközökkel felszerelt központ pedig lehetőséget teremt arra, hogy a helyi fiatalok a jövőben további eredményekkel gazdagodjanak. Az elsődleges az a fiataljaink, iskolásaink sportjának a megoldása, a mindennapi testnevelési órák megoldása. Az egy mellékes dolog, szinte, hogy a környező települések nyilván igénybe fogják venni ezt a csarnokot remélhetőleg, de én gondolom, hogy igénybe fogják venni, már csak azért is, mert ez a csarnok úgy épült és úgy terveződött, hogy minden mai törvénynek és szabálynak megfelel, ami a kézilabda sportot érinti. Tehát magyarul akkor a méretű, olyan vizes blokkok, olyan a környezet, hogy akár szerintem nemzetközi meccset is lehet benne játszani. Nemesnád udvaron a 70-es évek óta foglalkoznak kézilabdával, a fiatal sportolókat összefogó egyesület pedig 2008-ban alakult meg. Klein és Simon Zsuzsanna, a Nemesnád udvari női kézilabdai szabadidő egyesület elnöke elmondta, korábban vidékre kellett utazniuk a mérkőzések idejére, a folyamatos utazás pedig sok esetben kimerítő volt a játékosok számára. A sportegyesületünk, a kézilabda csapatunk vidékre jár, és ott tartjuk a hazai meccseinket, így a szurkolóink is csak elvétve jönnek szurkolni. Bízunk benne, hogy majd ezután még több szurkoló jön, jönnek a szülők is majd a meccsekre, a gyerekek meccseire, gyerekekkel szivacskézilabdázunk, korosztályos tornákon veszünk részt, úgyhogy remélem, hogy egyre többen leszünk, és egyre többen fogják megszeretni így a sportot. A rendezvényen dr. Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is részt vett, aki köszöntőjében a csapatsportok előnyeire és a mindennapos testmozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Amint egy 500 millió forintos beruházás kormányzati támogatásból, valamint a településen működő vállalkozások társasági adófelajánlásából valósulhatott meg. Zsigó Róbert kiemelte, a fejlesztésben nagy szerepe volt az összefogásnak. Azt gondolom, hogy ez fontos mértföldkő a falu életében, több szempontból is. Egyrészt megépült a sportcsarnok, másrészt az bizonyítja ezt, hogy a Nemesnád udvarra képesek összefogni, és ráadásul összefognak, akik el tudják érni a céljaikat. Van egy mondás, az útszorú, hogy segíteni annak lehet, aki tudja, mit akar. A Nemesnád udvariak tudják, hogy mit akarnak, ebben az esetben is összefogtak, képesek voltak együtt dolgozni. A tervek szerint hamarosan újabb beruházások valósulhatnak meg a településen. Megépülhet például a sportcsarnok lelátója, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a mai kornak megfelelő ülőhelyekkel és eszközökkel egészüljön ki a közel 300 fő befogadására alkalmas csarnok. Dr. Baj Miklós, műgyűjtő és dr. Bodócki István képzőművész tartott előadást hétfőn este a turisztikai központban. A program a Múzeumbarátok Köre Alapítvány Érték vagy Blöff című előadás sorozatába illeszkedett. Hogy műértővé vált-e a közönség az előadás végére, az a sportpercek előtt kiderül híradónkból. Játékos vetélkedővel és közös szentmisével töltötték a szombatot a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye minisztránsai. A fiatalok az idén Baján találkoztak, a programot pedig a Szent József plébánia közössége szervezte a gyerekeknek. Összesen mintegy 160-an gyűltek össze a józsefvárosi templomkertben. Szent misével kezdődött a szombati program a Szent József templomban. A megyei minisztráns találkozó nyitó szertartását Bábel Balázs érsek celebrálta az egyházmegye plébánosai és a minisztráns fiatalok közreműködésével. A minisztránsok egy külön idézőjelbe téve kasztot alkotnak az egyházba, hiszen ők ott segítkeznek az oltár körül, ami nagyon fontos számukra is, de számunkra is. És ezt ünnepeljük egy itteni eltöltött nap
szentmiséjében, játékában és örömében. A szentmisét követően a fiatalokat egy játékos délelőtt várta. A templomkertben 10 állomáson a gyerekek ügyességét, gyorsaságát, kreativitását és tudását tették próbára a szervezők. Mi volt Istvánnak a pogány neve? Ugye Istvánt, amikor megkeresztelték, így lett belőle István. Előtte volt egy pogány neve. Hoppány, Vaj, Fajsz vagy Álmos? Vaj. Oké. Okay. A fiataloknak a kvízjáték és a nem mindennapi horgászat tetszett a legjobban. Minden feladatnál fontos volt, hogy igazi csapatként dolgozzanak össze. 5 éve kezdtem a minisztrálást. Először ilyen borvizezéssel kezdtem. És most mi a feladat, amikor szertartás van, akkor nektek mi a feladatotok? Mindig más a feladatunk. Hát mi már mindent tudunk csinálni, és hát szétszedjük a kelyhet, összerakjuk, csengetünk, visszük a vizet, és hát áldoztatunk. És én is kb. 5 vagy 6 éve kezdtem el minisztrálni. Patocskai Zoltán 10 éve minisztrál a Józsefvárosi templomban. A szolgálatot ő gimnazistaként kezdte. A közösség rendkívül változó, mert sok minisztráns növendéken volt. Most jelenleg 2 van, akire mindig számíthatok, akikkel együtt dolgozunk és együtt szolgálunk minden vasárnap, vagy akár még néha hétköznap is. Voltak sokan, akik már elmentek, akik már kinőttek ebből a szolgálatból, házasságot kötöttek, vagy más, az ország más területén élnek, és így kiszakadtak. Azért évente össze szoktunk egyszer talán jönni. Minisztráns bármelyik kisgyermek lehet, akinek van hozzá kedve, és már végig tudja fegyelmezetten ülni a 45 perces szertartást, mondta Fekete Szabolcs plébános. Tudnia kell, hogy mikor állunk föl, mikor ülünk le, mikor kell ezt vagy azt a szolgálatot, ezt vagy azt az eszköztárgyat elvégezni, ide menni, oda menni, így csinálni, úgy csinálni. Tehát egy valamilyen szintű információs hátteret is megkövetel a gyermekek részéről. És általában ezt tudjuk úgy biztosítani, hogy egy minisztráns előmeneteli rendszer, hogy kis minisztráns, nagyobb minisztráns, vezető minisztráns vagy főminisztráns, és akkor utána meg már a nagy 20 éves fiatalok pedig már a kiérdemesült veterán minisztránsok. Tehát van egy ilyen rendszer is számukra. A délelőtre a városvezetés is ellátogatott. Felcsák Róbert polgármester elmondta, fontos, hogy már fiatalkorban megismerjék a gyerekek a keresztény értékrendet és szokásokat. 2019 baján a fiatalok éve, és hogy a Kalocsa Kecskemét Főegyház megye egy ilyen minisztráns találkozót ide szervezett a fiataloknak bajára, az kifejezetten kitüntető baj a város önkormányzata vezetése szempontjából is. És hát nem utolsó sorban, sőt, ugye a keresztény kultúránk veszélybe érezzük, ezért nagyon fontos a nevelés, az oktatás. A találkozó közös ebéddel és városnézéssel zárult, így a vendégek Baja látványosságait is megismerhették. Különleges programsorozatot indított útjára a Bajai Városvédő és Szépítő Egyesület. A városi sétáknak 3 állomása lesz. Ebből az elsőre pénteken Baja Szent Istvánon került sor. Az egyesület tagjai és az érdeklődő bajaiak a Szent Istváni Általános Iskolában találkoztak, majd együtt járták végig a programpontokat. Kezdésként egy különleges fotókiállítást tekintettek meg, ahol Baráti György 2005-ben Baja Szent Istvánon készült fotóit álmodta meg újra Ádám Péter. A második állomáson az iskola pedagógusa Balatonné Sáfrány Erika kalauzolt el mindenkit az intézmény 200 éves múltjában, fényképekkel illusztrálva a legfontosabb történéseket. A séta egy megemlékezéssel folytatódott Stipán Grigy Kunoszláv Baja Szent Istváni Bunyevác horvát költőről az iskola korábbi igazgatója Osztrogonáci József tartott rövid előadást. A gazdag program hátralévő részében a Szent Istváni óvodások adtak műsort, a résztvevők megtekinthették a templomot, valamint a virágos utcákat, majd a séta az iskola udvarán egy ételkóstolóval ért véget. A városi séták sorozat júniusban a virágos belvárosban folytatódik. Újabb előadásra várta a műkedvelőket a Múzeumbarátok Köre Alapítvány. Az Érték vagy Blöff című előadássorozat legújabb programjának a turisztikai központ adott otthont. A vendégek dr. Bodócki István festőművész alkotásai csodálhatták meg. Folytatódik az Érték vagy Blöff című előadássorozat. Az előző előadások nagy sikert arattak a műkedvelők körében.
Az előadótermeket 150-200 fő töltötte meg. A harmadik felvonásban a képzőművészet rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket. Dr. Sejt Szilvia elmondta, miként is valósulhatott meg a sorozat. Maga a gondolat egy évvel ezelőtt egy utazás, közös utazás kapcsán merült föl, ami Kovács Zitával, a Tűr István Múzeum igazgató nőjével együtt utaztunk, egy Berki Viola kiállításra Budapestre. Úgy éreztük, hogy a közvetlen környezetünkben olyan hatások, impulzusok érnek bennünket, és barátaink, ismerőseink részéről olyan fajta kérések érkeztek, hogy igenis fontos beszélni az ízlésről, fontos beszélni az ízlés rongáló, építő, javító dolgokról, mindarról, ami a környezetünket alakítja, és minket is végsősoron alakít. Az előadást dr. Baj Miklós műgyűjtő és dr. Bodócki István képzőművész tartotta. A festőművés tábúnak elmondta, hogy mit is tekinthetünk műalkotásnak. Hát ha olyan környezetbe helyezik, ez azt nevez, úgy mondják, hogy kontextus függő minden. Ha beteszik egy múzeumba vagy művészeti galériába, akkor azt műalkotásként fogadjuk el. Ugyanaz a dolog az utca sarkon szemét lehet, de egy galériába művé válhat, de hát persze ez nem ilyen egyszerű, ennek előzményei vannak. Dr. Bodócki István hozzátette, a kortárs művészet elkötelezettje, ezért előadásán megpróbálja összekötni a régi műveket a maiakkal. Dr. Baj Miklós műgyűjtő elmondta, miként is választ képeket a gyűjteményébe. Hát az a legelső és legfontosabb koncepció az, hogy tetszeljen a kép. Tehát nem abból indulok ki, hogy a nép értékes, nem értékes, vagy nagy nevű festő, vagy nem. Mindig, ha megtetszett egy kép, és ha volt rá lehetőségem, megszereztem, és különösen akkor, hogy nem volt olyan festőtől, akitől én gyűjtöttem, tehát amelyik csoporttól gyűjtöttem, és ez pedig a nagybányai festők voltak. Az előadás sorozat összefolytatódik, akkor színház és film, mint műfaj lesz a témájuk. A szervezők nagy szeretettel várnak minden kedves vendéget a következő előadásra. Az idei gyermeknap egyik kísérő rendezvényeként bemutatkoznak a bajai sportegyesületek is. A sportág választó gondolata Radnóti Miklós fejéből pattant ki. A Petőfi-szigeten elméleti és gyakorlati oldalról is meg lehet majd ismerni egy-egy sportágat. A szervezők nem csak a gyermekeket, hanem szüleiket is várják a várhatóan remek hangulatú eseményre. Sportágválasztót az ország több városában rendeztek már, Baján azonban ez lesz az első ilyen jellegű esemény. Radnóti Miklós elmondta, a sportnak hatalmas ereje van a gyermekek személyiség formálása szempontjából, akaraterőt, kitartást ad a fiataloknak. Mindezekre építve született meg a gondolat, hogy megrendezzék az első bajai sportágválasztót, amit a Városi Gyermeknap részeként bonyolítanak le. Minden egyesületnek lesz egy pavilonja, egy saját kis területe, ahol mindenki azt gondolom, hogy szabadon mikrorendezvényeket tarthat. Sportági bemutatókat, az, hogy elméletben, gyakorlatban hogy lehet megvalósítani az adott sportágra jellemző fogásokat, cseleket, és nem is sorolom. Én azt gondolom, hogy ez azon kívül, hogy egy program, egy remek lehetőség az egyesületeknek arra vonatkozóan, hogy egy picit megmutassák magukat, és akár a saját sportáguk felé irányíthassák a gyerekeket. Az egyesületek nagy lelkesedéssel készülnek a sportág választóra, mindenki egyedi ötletek alapján szeretné bemutatni és szimpatikussá tenni a saját sportágát. A standoknál személyes beszélgetésekre is lesz lehetőség, míg a színpadon a város élsportolóival is készülnek interjúk. Az elmélet mellett gyakorlati bemutató is lesz a turisztikai központtal szemközti területen. Május 26-án tehát egy igazán sportos napra van kilátás a Petőfi-szigeten. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. A családok védelmében. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár tartott fórumot Baján. Régi álom vált valóra, ünnepélyes keretek között adták át az új tornacsarnokot Nemesnád udvaron. Mondd, te kit választanál. A gyermeknapon első alkalommal rendezik meg Baján a nagy sportág választót.
A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor is én várom Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szerdán a Dunántúlon jellemzően borult lesz az ég. Keleten ugyanakkor hosszabb, rövidebb időre felszakadozik a felhőzet. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, keleten, északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél egyre több felé délnyugatira fordul és megélénkül, de az Észak-Dunántúlon olykor viharos lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 9-16, másutt 16-21 fok között alakul.